Kedves gyülekezet, a mai alkalommal én a múlt heti eseményről szeretnék beszélni, és arról gondolkoztam el, hogy tulajdonképpen mit jelent maga a szövetség kötés. Örülök, hogy ketten itt vannak közülük, akik múlt héten szövetséget kötöttek Istennel. Magdika, Vivian sajnos nincs, és Dénes van még itt. De nem csak nekik szeretném ezeket a gondolatokat fölvetni, hanem azoknak is, akik régen keresztelkedtek meg 20-30 évvel ezelőtt, vagy még esetleg előtte állnak. Mózes első könyve 6. fejezet 18. versében olvasok azt az igét, hogy amikor Isten azt tervezi, hogy elpusztítja ezt a világot, azt mondja a Noénak, de te veled szövetséget kötök, és bemegy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei te veled. Én úgy gondoltam, hogy végül is az, hogy szövetségkötés, az valamilyen szinten egy jogviszonyt fejez neki. Valami létrejöttét, valaminek a megerősítését, valaminek a formába öntését fejezi ki. Én legalábbis én így gondoltam magamban. És régen amikor gondolkoztam rajta, azt gondoltam, hogy a szövetséget általában így országok szokták megkötni, és tulajdonképpen valami ellen szoktak szövetséget kötni, államok szövetséget kötnek egy harmadikkal, tudjuk, volt olyan Antant szövetség, vagy bármilyen más. Amikor különböző ellenségek ellen, vagy a török ellen jöttek létre szövetségek, de hát lehetne tovább sorolni. Én úgy gondolom, hogy amikor létrejön egy szövetségkötés Isten és az emberek között, akkor nem azért jön létre, mert itt valamilyen belső gond lenne, hanem az, hogy azt szeretnék megoldani, hanem Sátán elleni szövetség tulajdonképpen ez a szövetségkötés is. Jelent még mást is, ahogy én észrevettem. A szövetségeket mostanában írásba fektetik, szerződéses formába, és talán láttunk ilyeneket tévében, sajnos közvetlenül így személyesen nem, hogy amikor államok megállapodást kötnek, akkor olyan hosszú asztal mellett ülnek le az emberek, ott vannak meghatározott protokoll szerint, csak töltőtollal írhatják, alá golyóstollat nem használhatnak. Ott vannak emberek mögöttük, akik kicserélik a szerződést, és mind a ketten aláírják, megtapsolják, örülnek annak, hogy ez a szövetség létrejött. Valahogy talán így lett a mennyben is, hogy létrejött a szövetség, örülnek a mennyben, örülnek itt a földön is, mint ahogy mi is örültünk ennek. Próbáltam végig gondolni, hogy milyen lenne az írásos szerződés Istennel. A munkahelyemből adódik, hogy többször, régebben az előzően még sokszor kellett megnézni azt, hogy egy-egy szerződés jó-e, megfelele. Nem a jogi formáját kellett nekem inkább vitatni, hanem inkább azt, hogy a műszaki tartalma megfelele annak, amire a szerződés köttetett, vagy lesz megkötve. Milyen szerződésről lehet szó? Amikor néztem azt, hogy van-e szerződés, mint az interneten, nagyon sok fajta szerződéssel találkoztam. Együttműködési? Lehetne az is. Ugye? Ember és Isten együttműködik. Lehetne vásárlási? Mit vásárolna meg az ember? Az örök életét? Kölcsönszerződés? Szolgáltatási, hogy Isten ezt teszi és az ember amazt? Bérbeadás? Használati, vállalkozási, megbízatási, építési? Talán még építési úgy, ahogy szóba jöhetne, hiszen azt olvassuk, hogy ki milyen talajra építkezik, az szerint marad meg neki a háza, vagy pedig dől össze. Jeremiás könyvében olvassuk azt, hogy másmilyen szerződésről van szó. Nem ezekről, hanem azt mondja itt Jeremiás könyve 31. fejezetének 31. versétől szeretném olvasni,
Azt mondja ez az embereknek, ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem a ma szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem a napon, amelyen őket Egyiptom földjéből kihoztam, akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Hanem az lesz a szövetség, amelyet a napok után, amelyet kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és istenőkké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, senki az ő atya fiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűnüket, és vitkeikről többé meg nem emlékezem. Új szövetség, talán ezt lehetne a címnek mondani, vagy fölírni. Új szövetséget kötök, nem külső, ugye nem rá erőltetett, nem egy fölbíztatott. Nem olyan, hogy a tömeg vinni magával az embert, mint ahogy Júdást is, amikor erre az útra lépett rá, ott a 600 ember, a kiáltás, a főpapok, a fegyvercsörgések, és utána úgy magával ragadta a sodrása. Nem ilyen volt, hanem higgadt, nyugodt meggyőződésből fakadt. Én úgy gondolom, hogy ez nem hasonlítható egyik földi szövetséghez, szerződésemhez, amit felsoroltam. Ez egy új szövetség, egy szeretett szövetség, belső elhatározáson és meggyőződésen alapul. A szerződés legalább kettő, de sokszor több fél között is jön létre. Pontosan meg tudnátok-e mondani azt, hogy kik között jött létre a szövetség? Emlékeztek arra így frissen egy hét után, hogy mit mondott Horváth Gábor, amikor mielőtt bemerített titeket? Én téged megkeresztelek az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében. Igen, a lényeg ez volt, tehát hogy kedves testvérem, a te hitednek hitet vallomására megkezdtek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Két fél van tulajdonképpen, és ez a három, ugye egy. De mégis mondhatjuk azt, hogy olyan szerződés jött létre és íratott alá felek között, amilyen monumentális. Maga a Szent Háromság van ott jelen, ugye, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és a másik oldalon ott van egyes egy számagában az ember, akihez lehajol Isten, a Szent Háromság, és ott van velük együtt. Nem tudom, hogy fizikai távolságban ez mekkora távolság. Óriási. Fény évezredek vagy milliós távolságot hidal át így Isten, de úgy nézzük, hogy aki a magasságban és a szentségben van, lehajol ahhoz, akinek megtört szíve van, és megbánja a bűneit, és szembefordul az addig életével. Aki tulajdonképpen el kellene, hogy kellett volna, hogy töröljön, felemeli magához, megvigasztalja, bátorítja, szövetséget köt vele, hogy ezután másképpen történjen. Ugye, tehát láthatjuk azt, hogy itt olyan szövetség jön létre, ami tulajdonképpen semmihez sem fogható. Nem tudom, hogy nincs információm arról, hogy az el nem bukott világok lényeivel, vagy az angyalokkal
kötött volna a Szent Háromság hasonló szövetséget? Úgy gondolom, hogy nem, de nem is volt rá szükség. Itt szükség van arra, hogy ki legyen fejezve ez a dolog, hogy alá legyen írva, hogy formába legyen öntve, hogy az ember tudja, mihez tartani magát, hogy legyen egy fordulópont, mert ha megnézzük azt, hogy emberek vannak, akik nem kötnek házasságot, együtt élnek mással, sokkal könnyebben feladják ezt a kapcsolatot, és azt mondják, hát nem is kötöttünk házasságot, nincsen mi úgy összekösse őket, nincsen jogi viszony, de itt elhatározzuk magunkat, másképpen látjuk az életünket, új elhatározások ébrednek bennünk, és ez egy új élet. Ez a monumentális át mindent átívelő szerződés létrejött emberi időszámítás szerint 2016. május 11-én Balatonszárszó határutcában. Ez a telek tulajdonképpen nem Balaton lelle, hanem Balatonszárszóhoz tartozik, nem tudom, tudtátok-e? Szemes. Bocsánat, akkor rosszul tudtam. De a határút az mindenféleképpen határút. Igen. Megnéztem a térképen is, és tényleg, ha úgy nézzük, akkor ez egy határ nektek az életetekben, hogy innentől kezdve másképpen egy új élet. Határ, hogy elválasztja a régi életet az újtól. Meg tudjátok-e mondani azt, hogy vajon mi a szerződésnek a tárgya? Na most megvan címe, megvan a helye, megvan az ideje, megvan a szerződő feleknek a neve. De mi a tárgya? Miért jön létre a szerződés? Az örök élet. Egyet már mondtam, és te is ma ezzel a következő, hogy az örök élet. Szövetség Istennel, Sátánnal szemben. Mit szeretnél te, mit írnál be ide a szerződés tárgyába? Amikor te megkeresztelkedtél, akkor vajon mit írtál be oda, hogy én azért kötök szövetséget, hogy ez is ez teljesüljön? Igen, sokan azt mondják, hogy örök élet, ahol nincs szenvedés, ahol nincs halál, nincsen fájdalom, ott minden szép, minden jó. És nagyon sokat el lehetne gondolkozni azon, hogy milyen sok jó várja az embert. Most így, ahogy tavasz van, vagy nyár eleje, és virágoznak a hásvák, jó illat. Valahogy a mennyben is én úgy tudom elképzelni, hogy a virágok, a növények, a fű, az emberek, az állatok, minden egy jó illat, ami itt körbeveszi. Mit szeretne Isten? Ő mit írna be ebbe a szerződésbe, és mit ír be valójában? Hogy te az enyém vagy. Igen, hát jó, egy birtoklási szerződés te akkor? Te az enyém vagy, igen. Élet illata vagy. Mit? Igen. Örök. Az új szövetségben találjuk meg, mert az új szövetségben is megvan. Lukács evangélium a 10. fejezet 25. versében, amikor megkérdezi, hogy mi az, amit szeretne Isten az embertől. Azt mondja az írástudó, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből. Ez most az Istennel való kapcsolatot mondja ki. Nem azt mondja, hogy azért kössünk szerződést, hogy te majd jól éljél, hogy végtelen legyen az életkorod, hogy jó körülmények között lakjál, hanem az, hogy az a szövetség szeretett szövetség. Hogy az egymással való kapcsolatunk legyen rendezett, legyen tökéletes. Azt pedig csak ezzel lehet elérni, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Én úgy gondolom, hogy amikor mi beírnánk azt, hogy mit szeretnénk, akkor nem jót írnánk be, és nem jól. Azt mondja Jézus, hogy
kéritek, de nem kapjátok meg, mert nem jót és nem jól kéritek. Ugye, hogyha csak azért mennénk a mennyországba, mert ott milyen jó, akkor kívül hagyjuk Istent. Az egy másodlagos lenne, hogy az Istennel való kapcsolatunk. Az elsődleges az, fordítsuk meg, hogy a kapcsolat Istennel legyen teljes és tökéletes. Példában számunkra Jézus Krisztus. És hogyha megvalósul ez a szövetség, akkor a többi is megvalósul a számunkra. Megvalósul a számotokra, most egy hetes testvérünk, de lélekben úgy gondolom, hogy korábban azokká váltatok. Nem gerjedeleme az, hogyha magunk érdekeit tartjuk szemünk előtt? Örök élet, ugye? Mit szeretnénk? Én magamat szeretném előtérbe helyezni azért, hogy örök életem legyen. Nem arról van szó. A kapcsolatról. Isten és ember között. Ez álljon a helybe. Nem a magunk érdekeit tartsuk szemünk előtt. Itt Isten akkor háttérben van, marad. Kérj jól, jót, és akkor ha megvalósul például ez a kapcsolat, akkor hogy be kell látnunk azt, hogy amit Isten tanácsol nekünk, az a legjobb. Nem önfelmagasztalásra várik azzal, hogy ezt kéri tőlünk, hanem azzal, hogy egy hullám hosszon legyünk vele. Hiszen azért szolgáljuk őt, nem azért szolgáljuk őt, mert tőle függ, hanem azért, mert szeretjük. És ez a legjobb nekünk is. Ha szereted Istent, akkor megteszed a kéréseit is. Ha belátod azt, hogy ő hozott ki Egyiptomból, nem az aranyborjú, mint ahogy a zsidók gondolták egy kis idő után, hogy kihozott Egyiptomból, a szolgálság házából, ha ezt belátod, akkor nem lesznek már előtted idegen istenek. Akkor nem csinálsz magadnak faragott képet, és nem imádod azt, és nem veszed föl az ő nevét hiába, akkor megtartod a szombatot, megszenteled azt, és szereted azokat is, akikkel körülvett így fizikálisan téged, szereted és tiszteled a szüleidet, akiket teremtett, nem bántasz meg senkit, tiszteled saját és mások házasságát, tulajdonát, jó hírnevét, és még csak nem is kívánod azt, ami az övéké. Én úgy gondolom, hogy ezek így beletartoznak ebbe a szövetségbe. Hogyha az ember igazán szereti Istent, akkor ez nem kell úgy külön mondani. Akkor ez ott van. Hallottam valakitől, aki az egyik főiskolán tanít, hogy a 10 parancsolatot lehet így is olvasni, és ha szó szerint fordítanánk le, akkor az van, hogy, mint ahogy elmondtam az előbb is, hogy akkor nem teszed azt. Nem parancsolás, nem az van, hogy ne tedd, és ez egy kényszernek tűnik az ember számára, hanem az, hogy akkor nem teszed azt, hogy más idegen istenéid lesznek. Hanem ott van, belátod, tudod, érzed, minden nap megtapasztalod. Istennek nem kell bizonyítani szeretetét, az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, a Róma 8.32-ben olvassuk. És még egy, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, János 3.16-ban azt olvassuk, és meg is tanultuk, hogy úgy szerette Isten ezt a világot. Egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És nem azért, mert úgy szeretne nekünk jót adni, hanem az ember szeretne velünk élni. Szeretne velünk örökké kapcsolatban maradni. János első levele, 4. fejezet, 19. versében azt olvassuk, mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Megvan a szerződésnek a célja is, hogy mit szeretne ez a kapcsolat létrehozni, mit szeretne ez a szerződést formába önteni,
de nézzük meg azt is, hogy vajon mi a szerződésnek az ellentételezése. A földi világban úgy van, hogy valaki ad valamit, vagy valamilyen szolgáltatást, és a másik ad helyette, vagy érte valamit. Ha megvalósul a szeretet kapcsolat, akkor mi az eredménye és mi a következménye? János 17. fejezet 24. versében azt olvassuk. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok én velem legyenek. Ha létrejön ez a szeretet kapcsolat. Nem szeretné Isten azt, hogy egy idő után az embernek az élete megszakad, és utána nincs vele kapcsolat. És úgy vagyunk mi is, hogy ha valakivel már nem találkozunk többet, és tudjuk azt, hogy van a földi életben, akkor az fáj. És Istennek is fájna az, hogy nem találkozna velünk többet. Azt akarja, hogy ahol ő van, mi is legyünk ott. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És szeretnénk mi is ott lenni vele együtt. Szeretnénk mi is ott lenni az örökké valóságon át, és ez az a következmény, ez az, amit az ember megkap, hogyha ez a kapcsolat így létrejön. Mik a kizáró okok? Szerződése bele szokták fektetni azt is, hogy ez vagy az ha megtörténik, akkor az fölrúgja, nem teljesít határidőre, például a vállalkozó. Nem jönnek meg a szükséges anyagok. Valami nem történik meg. Valami másképpen gondol, tehát valami már rossz jön be, tehát ami kizárók, nézzük meg, hogy mik lehetnek azok. Isten részéről melyek ezek? Én úgy gondoltam, hogy ide azt lehetne venni, amit Isten utál. Sok dolog van, amire azt mondja Isten, hogy ezeket utálom. Nem szeretném. Rosszak nekem. És e között van például a képmutatás, szegények elnyomása, a gyengéknek a háttérbe szorításba, parancsolatoknak az áthágása, és még lehetne tovább sorolni. És ezek már mind következményei annak, hogyha a szerződésnek a célja nem valósul meg. A 7 levél Jelenések könyvében, ugye, hogyan is kezdődik? Azt mondja az első gyülekezetnek, az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagyta. Ha nincs meg már az a szövetség, és nem olyan szoros, és nem olyan erős, akkor ide Sátán befurakszik, akkor már nem jön létre az a kapcsolat, ami Isten és ember között van, az ember leveszi a szemét Istenről, leáll az a folyamat, hogy szemlélés által változik az ember olyanra, hogy amilyen Krisztus kép mása. Ha jól emlékszem, a Zsoltárok könyvében van az az ige, hogy mint szolgáló lányok néznek úrnőjük kezeire, úgy figyelünk mi is, te rád. Ha ez nincs meg, akkor már oda beférkőzik bármi. Akkor már egymást figyelik az emberek, hogy milyen hibáik vannak. Más szemében a szálkát magunkébe, a gerendát nem. És akkor ez a folyamat beindul. Az érzéseken sokszor nem tudunk úrrá lenni, és úgy gondolom, hogy ez a szeretet azért nem érzéseken alapul, hanem az embernek a teljes gondolkozásán. Ugye miről volt szó, hogyan milyen fajta szeretetet vár el Isten tőlünk? Azt mondja, hogy teljes elmédből. Én megtapasztaltam azt, hogy ha hallok valakikről rossz hírt, egyrészről, de nem ismerem őket, nem találkoztam velük, és utána találkozok, akkor az engem rossz irányba befolyásol. Meg lehet tanulni az embernek szeretni a másikat.
nem csak azt nézni, hogy a másik mit mondott, vagy én mit tapasztalok a másikkal kapcsolatban, hanem azt is meg kellene nézni, hogy milyen jó dolgai vannak. Mik a kedvező tulajdonságai. Neki is vannak értékei, és akkor az ember már másképpen lát. Egészében nézni az embert. Természetesen olyan a dolognak a természete, hogy valakiről mondjuk azt halljuk, hogy kihasznál másokat, és már több gyülekezetben is megfordult, vannak ilyen esetek, akkor az ember forduljon hozzá szeretetteljesen, de azért legyen egy kis elővigyázatosság, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy azért az ember legyen résen. Lehet, hogy rosszul fejezem ki magam, de talán ezt tudom mondani ezzel kapcsolatban. Tehát az érzéseken sokszor nem tudunk úrrá lenni, de ez nem érzés, ez egy életelv, ami Isten és ember között létrejön, ez a szeretet kapcsolat. Te elhagytad, és ez nem azt mondja, hogy itt az érzéseid változtak meg, hanem a cselekedeteid. Elhagytad. Te változtattál rajta, és ez már nem érzés. Ez már cselekedet. A következő pontunk az lenne a szerződéssel kapcsolatban, hogy kapcsolattartás. Leszokták írni a szerződésben, hogy az egyik félnek milyen partnereit, a másik fél milyen csatornákon keresztül tudja elérni, és akkor mások nem tudnak ebbe beleszólni, hogy az a szerződés jól menjen. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ezt másképpen kellene csinálni, nem úgy, mint hogy a szerződésben van, és akkor mondaná a kapcsolatban lévő félnek, hogy ezt nem így kell, hanem amúgy. És azt mondja, hogy nem. A szerződés arról szól, hogy ezek az emberek, ezekkel az emberekkel tartják a kapcsolatot, e-mailen, telefonon, levélben, bármi más módon, személyes kapcsolattartás által. A szerződésben meg szokták határozni ezeket a dolgokat, és ezzel kapcsolatban mit tudnánk beírni a szerződésbe? Templomokon láttam kiírva, vagy olyan helyeken, ahol az emberek hittel foglalkoznak, hogy Jézus hív téged, de nem telefonon. Úgyhogy ezt kapcsolt ki. Van más formája a kapcsolattartásnak. Az ima. Az ima egy részről. Nem, tehát a mi telefonunk az olyan, hogy nincs térerő, elfogyott a pénz róla, föl kellene újra tölteni, akkumulátor probléma van, meghibásodik az alkatrésze, bármi más, kontakthiba, mindenféle probléma lehet. Nekünk olyan kapcsolattartói eszközünk van, amit bármikor, bárhol igénybe tudunk venni, a kapcsolás az létrejön, másik oldalon azonnal fogadják a hívásunkat. Lehet egyrészt az imádság, lehet olyan is, hogy fölsóhajt az ember, ahogy a Biblia szerint olvassuk. Izrael fiai fölkiáltottak Istenhez, de lehet bibliaolvasás, eszünkbe juthatnak olyan dolgok, amikre addig halvány gőzünk nem volt, hogy ez is benne van ebben a könyvben. Biblia tanulmányok, a szombatiskai tanulmány, egymással való beszélgetések is. Alakíthatja a körülményeket is Isten. Elküldi a vigasztalót. Jobb 33:14-15-ben. Hisz szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, amikor mély álom száll az ember, és amikor ágyas házukban szendereknek. Vezeti imában a gondolatainkat. Profitálnak fiaitok és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, fiaitok pedig látomásokat látnak. De lehet másképpen is Isten részéről. Ugye Ézsaiás könyve 30. fejezet 21. versben úgy olvassuk. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok, ha jobbra is, ha balra elhajoltok. Kommunikál a történéseken, eseményeken keresztül, kapukat nyit meg és zár be előttünk. És ne feledkezzünk meg a jelekről sem, amiket talán mi is kérhetünk, különleges
alkalmakkor, vagy nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt meghatározni. Gondolok arra, amikor Gedeon többször is kért jelet, és kapott úgy biztatást, bátorítást, amit igazából nem is kért. Elfelejtettem mondani még azt, hogy a szerződés fölmondása, vagy meghiúsulása, tehát mik a kizáró okok. Isten részéről elmondtam ezeket a dolgokat, hogy amit utál, nem tartja meg a parancsolatait, sőt, meglazul a szeretett szövetség, de az ember részéről nincs olyan, ami miatt ezt a szövetséget föl lehetne rúgni. Talán ennyit még visszatérve a gondolathoz. Van még egy dolog. Különösen karbantartási szerződésekben szoktam látni azt, hogy rendelkezésre állás. Nem tudom, hogy találkoztatok-e, vagy ismerőse számotokra ez a fogalom, elmondom egy kicsit részletesebben, hogyha nem tudnátok. Ez azt jelenti, hogy például visszaviszünk egy tárgyat, ami elromlott, vásárlási szerződés, visszaviszünk, elromlott, és mikor, mettől meddig fogadják azt a terméket vissza? Ugye, amíg a bolt nyitva van, vagy a szerviz nyitva van. Ha karbantartási szerződést rendelünk meg, ott leszokott írva lenni az, hogy munkaidőn túl. Mikor kit lehet hívni? Egyáltalán lehet-e valakit hívni, hogyha valamik meghibásodik? Ez a rendelkezésre állás. Készen állni a szerződés szerint. Munkaidő a világban általában 8 óráig tart, az e fölötti időt hétvégi munkavégzést nagyobb bérrel számolják el, ugye a munkaszerződésről van szó, és Istentől vajon mi milyen rendelkezésre állást várunk? 24 órást. Bármikor, ha éjjel fölkelünk, imádkozhatunk? Szoktunk úgy tenni? A Zsoltárokban is azt olvasjuk, hogy őrváltásról őrváltásig rólad gondolkozom. Nincs úgy, ahogy Illés csúfolódott ugye Bál papokkal, hogy talán félrement, vagy alszik, vagy most nem ér rá. Isten mindig ott van, mindig hallja, mindig készen áll. A telefon mindig be van kapcsolva nála, bármikor hozzáfordulhatunk. És olyan tőlünk milyen rendelkezésre állás várható el? Jó lenne hasonló. 24 órás. Igen. Talán az, amíg öntudatlanul alszunk, azt nem lehetne ide sorolni, de azt én úgy gondolom, hogy az, hogy királyi papság, szent nemzet, mennyi a munkaidő? Nem lehet azt mondani, mint ami a szocializmusnak a vívmánya volt, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Lehet-e az, hogy ezt a 3-8-as betartani? Az Ószövetségben 10 napos, ha jól emlékszem, 10 napos volt egy-egy papnak a szolgálat ideje, utána hazament, és akkor végezte a saját ház körüli dolgát, és a saját tevékenységét. Utána visszament, és akkor megint a szolgálatban volt benne, szolgálati idő alatt nem volt szabad szeszes is italt inniuk, és most mennyi, vagy mikor szabad, ha mondjuk a szeszes italra hegyezném ki ezt a dolgot? Semmikor. Meddig van szolgálatban egy ember? Közmondás is azt mondja, hogy a jó pap holtig tanul. Mindig szolgálatban van, mindig ót és újat hoz elő az ő tárházából, és azt én úgy gondolom, hogy nincs ez a 3-8-as, ehelyett 1-24 van a 3-8-asnak az összege. 24 órás szolgálat. Pál apostol írja azt a második fejezet 21. versben a Timóteushoz írt levél második levelében. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba azért, hogy tessék annak, aki őt harcossá vatta, aki őt fölfogadta. Nem úgy van, hogy leteszem, és akkor most nem vagyok katona eddig az ideig.
Emlékszem arra, talán Zsolt is, hogy amikor katonák voltunk 24 órá alatt. Benne a laktanyában mindenféleképpen, de elvárták azt, hogy amikor kimegyünk eltávozásra, akkor is viseljük a katonaruhát, és katonaruhában akkor a templomba nem volt szabad bemenni. Nem volt szabad részt venni ilyen egyházi összejöveteleken, egyházi alkalmakon, katonaruhában, hiszen az ember katona is akkor annak az eszmé az volt, annak a világnak, hogy akkor ez a kettő egymástól különbözik. És ezt a példát használtam föl én is, és Pál apostol is ezt mondja, hogy egy harcos sem elegyedik be az élet dolgaiba. Tehát rendelkezésre állás, ez a pont volt a következő. Ki szokták kötni azt is, hogy a két felek között lehetnek olyan kapcsolatok, vagy olyan dolgok, amikre nem tér ki a szerződés, akkor a PTK, a BTK valamilyen törvénykönyvnek az irányadói, az útmutatóak. Lehet, hogy ez a szerződés most így rövid és tömör, de hogyha olyan kérdések merülnének föl bennünk, amikre nem tudjuk a választ, akkor kiköthetjük, hogy a Bibliának az iránymutatásai azok, amelyeket igénybe vetünk, és nekünk a Biblia tulajdonképpen a törvénykönyvünk, ami szerint élünk. A szerződésekben ki szokták kötni azt is, hogy mikortól lép érvénybe a szerződés. Lehet, hogy azt írják, hogy az aláírástól kezdődően lép életbe a szerződés. Igen, ez így van, ebben az esetben is, de meddig terjed a hatálya? És a kettő az megint különböző, hogy visszamenőleg érvényes-e? És előrefele meddig érvényes ez a szerződés? Meddig érvényes előre? Tehát most 2016. június 11-én megkötöttétek ezt a szerződést. Meddig érvényes előre? Igen, határozatlan idejű ez a szerződés. Soha nem jár le. Ez örökké valóságig tart. Meddig hatályos visszafelé? Meddig hatályos visszafelé a szerződés? Ugye hát életbe lépett 11-én, egy héttel ezelőtt, de szoktak úgy olyan törvényeket is hozni, ami visszafelé is hatályos és érvényes. Most is hoznak ilyen törvényeket, amik visszafelé érvényesek, például itt az építkezésekkel kapcsolatos állami támogatás, például 2015-ben a kiállított számlák még érvényesek 2016-ban is, és föl lehet használni az építkezésnél. Ebben a szerződésben van-e visszafelé érvényes hatály? Na, így folytatom, akkor biztos, hogy van. És mégpedig az onnantól kezdődik, ahonnan megszületetek. Látom rajtatok, hogy nem sejtitek, hogy mi lesz ez a visszamenőleges hatály. Nem sejtjük. Nem. Pedig benne van a kis kátéban, benne van a keresztségi anyagban, ez pedig a tulajdonöltött igazság. Hogy az az élet, amit eddig éltetek, az visszamenőleg el van törölve. Megszületésetektől a megkeresztelkedésedig az összes bűn, amit elkövettetek, nincs. Azt olvasok a Bibliában, hogy amilyen távol van a nap, kelet a napnyugattól, le lehetne mérni, 20 ezer kilométer, ha úgy nézzük, vagy talán kevesebb, mindegy. Nincsen tovább. Ez a visszamenőleges hatálya a tulajdonított igazság. Érdekes dolog, hogy vannak olyan viszonylatai a Bibliának, amikre így nem is gondolunk, és nekem is úgy rácsodálkozom, az hogy jut eszembe ilyen dolog, de talán ezeket az ember nem saját esze után találja ki, és ezeket is talán úgy kapja. Visszamenőleges hatállyal érvényes a tulajdonított igazság, és innentől kezdve pedig a részesített igazságot élitek, azt az életet, amelyet Jézus élt ezen a földön.
És akkor még van a dátum, a szerződés végén, az aláírás, meg a pecsét. Dátum az megvan, az aláírás megvan, és a pecsét az mi. Mi a pecsét ezen a szerződésen? Mi a bélyegző a mai szóhasználattal? Én úgy gondolom, hogy nem más, mint Jézus vére. Egyébként, hogyha ez a szerződés megírattatik, de ott nincs rajta Jézusnak a pecsétje, a vérének a lenyomata, hogy ő ezt szentesítette, hogy ez él, hogy ez hatályos, hogy ez életbe lépett, akkor az egész nem ér semmit sem. Ha Jézus nem halt volna meg, akkor ez a szerződés, hiába írjuk le bármilyen szépen, bármilyen papírra, bármilyen tollal, annak nincs érvényessége. És az, hogy Jézus rátette a pecsétjét, ezzel hitelesíti, szentesíti, és tőlünk sem vár mást, hogy ahogy ő odaadta az életét, ha kell, ha szükséges, akkor mi is a mi földi életünket adjuk oda. Vár tőlünk is egy olyan meghalást, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy az óembert megöldökölni. És az ember pedig azt mondja, hogy tulajdonképpen nem halt meg, más életet él. Pál apostol azt mondta, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Sok esetben is a polgári életben az előre gyártott, sűrűn teleírt oldalakat nem szoktuk elolvasni, hanem aláírjuk. Én egyszer volt, amikor egy közjegyzői szerződést elejétől a végig elolvastam, megértettem és aláírtam. De sokszor van így, hogy a szerződést aláírjuk, és nem olvassuk el az úgynevezett apró betűs dolgokat. És a részletek ott vannak elrejtve. Nem írják bele a szerződésbe, csak ott írják, hogy a szerződés működési szabályzat, a kollektív szerződés, vagy mit tudom, hogy mi szerint kell eljárni, és amikor mennénk a biztosítóhoz, hogy fizesse ki ezt vagy azt a kárt, akkor azt mondják, hogy igen, de ott az van leírva, hogy ha ez így történik, és ez most így történt, akkor nem fizetünk. Vannak ilyen dolgok, apróbetűs, és én úgy gondolom, hogy ebben a szerződésben nincs apróbetűs rész. Talán annyi, hogy ha visszautalnánk a Róma beliekhez írt levél 8. fejezet 32. versére, aminek csak az elejét idéztem, hogy ugye miről szól a főszerződés, Isten és az ember közötti tökéletes szeretet kapcsolatról. És mi az apró betűs rész? De aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, ugye ez a fő rész, az apró betűs rész a ráadás, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Hát akkor minden megvan. Ugye, hogyha ez a fő dolog létrejön, és teljes és tökéletes, akkor a többit mind ráadásként megkapjuk. És az előbb már említettem ezt, hogy rendkívüli felmondás, szerződés felmondása. Én úgy gondolom, hogy ha az ember ezt igazából átgondolja, végigolvassa a szerződésnek a szövegét, és azt mondja, hogy egyikünknek sincs józan ésszel felfogható indoka arra, hogy ilyen előnyös szerződést fölmondjon. Az ember részéről biztos, hogy nincs ilyen. Én csodálkozom Istenen azon, hogy lehet az, hogy el kellett volna, hogy törölje az embert, már adta az édenkertben, de nem tovább élteti. Utána meghal érte, nem azért, hogy már az is nagy dolog lett volna, hogy,
hogy lejön, itt él, megtapasztalja Isten, hogy milyen emberként élni, megalázza magát, ez is nagy dolog. Meghal érte, az is nagy dolog. De hogy utána nem úgy él az ember, mint azelőtt élt volna, hanem annál magasabb szintre helyezi. Azt mondja, hogy barátaimnak mondalak titeket, testvéreinek mond bennünket. Fölemel magához, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Azt mondja, ha én ültem az én atyámnak a székében, akkor ti is ültök velem, és ott lesztek én velem. Én úgy gondolom, hogy Isten részéről ez nem előnyös szerződés. Nem tudok az ő fejével gondolkozni, és nem tudom fölfogni azt a szeretetet sem, amit ő éreztetne velünk, csak mi nem vagyunk képes, vagy nem, tudom, nem vagyok képes úgy fölfogni. Tehát, ha valaki ezt a szerződést mondja, ott valami hiányzik, úgy szoktam mondani, hogy egy fogaskerék ott nincs meg annál az embernél, és pont az a fogaskerék, ami a többit hajtaná. Ugye, hogyha az ember egy ilyen szerződést fölmond, akkor ott valami nagyon nagy baj van. És Isten részéről én úgy gondolom, hogy a Biblia szöveg alapján, amit idézek, hogyha ő 6000 évet várt arra, hogy te megszülessél, és eljöjjön arra az állapotra, hogy ezt a 10, 20, 40, 60, 70 évet várta, hogy aláírjuk ezt a szerződést, és öröm van a mennyben, és ahogy Gábor is mondta, hogy örült rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked, akkor ezt nem fogja fölmondani, soha. Nem rajta fog múlni. Jakab apostol levelében olvasuk első fejezet 17. vers. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Isten, ha kell, még egyszer aláhúzza. Ezt a szerződést megkötöttem, érvényesnek tartom. És úgy gondolom, hogy nem kérdés ezek után, hogy vállaljuk a további szövetséget és a szerződést. És ugye ez nem riaszt el bennünket, hanem csak megerősíti azt, hogy továbbra is ezt a szerződést érvényesnek tartjuk, ezt a szerződést igaznak tartjuk, a szerződést szépnek, tökéletesnek. És nem tudok jobb szót mondani rá, de csak pozitív dolgot tudunk rá mondani. Én úgy gondolom, hogy azok is, akik régebben keresztelkedtek, meg ugye te 29 évvel, én lassan most már 30, hogy átgondoltuk, akkor inkább mi is megerősítenénk ezt a szövetséget. Többször megtörtük ugyan, de az a jó, hogy Isten adta nekünk a lehetőséget, hogy mindig újra köthessük, mert sajnos még gyarlok, és esendők vagyunk. Szerettem volna ezeket a gondolatokat megosztani veletek, amik eszembe jutottak, amikor a keresztségetek után a szövetségről gondolkoztam, és a szerződésről. Talán még egy iránymutatás nem tőlem, hanem Pál apostoltól a jövőre nézve, hogy a szerződés megkötés után mi a cél, hogy ez maradéktalanul betöltődjön, és ehhez pedig azt a tanácsot adja nekünk Pál apostol, Filippi 3.14-ben, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött van elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnént felülről való elhívása jutalmára. Amen.